Lehet hallani mindent hátul is. Jó van. Elég szép számba itt vagytok így az utolsó előadásra. Azért én bíztam benne, hogy hárman leszünk a teremgazdája, az operatőr meg én, de örülök neki, hogy azért maradtatok. Bele is vágnánk akkor a közepébe. A levelezésről és igazából az e-mailezésről igazából egy gondolatébresztő dolgot szeretnék elmondani, ami a dolognak a hiteles voltáról fog szólni. Ki az, aki úgy gondolja, vagy úgy érzi, hogy az e-mailezés az úgy magába tökéletes dolog, és minden rendben van vele, meg lehet benne bízni. Nem nagyon látok levelet, azért csinálok egy ellenpróbát. Ki gondolja azt, hogy igazából ez rendben van, csak pár dolgot kéne rajta javítani. Na, azért itt már vannak ezek, jó van, akkor nem alszik mindenki. Nagyon jó. Szerintem a levelezéssel nagyon sok baj van, és erre fogok kitérni, hogy az én meglátásom szerint mi az, amire oda kéne figyelni lehetőleg, mind rendszergazdai oldalon, mind felhasználónak, amennyire lehetőségünk van rá. Sajnos ezek a dolgok, ezek az én életemben kevésbé jelennek meg a gyakorlatban, de szeretném, hogy azért ez minél jobban elterjedjen. Gondolom más is kapott már olyan levelet, egyfelől az, hogy gondoljunk a környezetre, mielőtt kinyomtatnánk, oké, ezzel így rendben van minden. A levél bizonyos információkat tartalmazhat, és lehet, hogy nem én vagyok a címzett. Hogyan? Tehát, és én el tudom olvasni? És abba akár ez, most ez egy biztosítótól jött, de lehet banki adat is. Ráadásul le van írva, hogy a törvény bünteti, hogyha én ezzel az adattal bármit csinálok. Már csináltam, mert elolvastam, ez a lábjegyzet, ez a levél végén volt. Tehát innentől kezdve bukott az egy, akkor inkább csöndben maradok, és nem szólok senkinek, nemhogy még felhívjam azt, ami oda ki van kockázva, hogy szóljak nekik, hogy itt valami történt. Tehát gyakorlatilag az, hogy hova megy a levél, hova dobja be a postás, az sem egy biztos dolog. Ráadásul ezeket mindenki látja. De nézzünk egy nagyobb áttekintést. Azért nem csak ez a probléma a levelezéssel. Gyakorlatilag, amíg megírjuk a levelet, egész addig, amíg a címzethez el nem jut, keresztül megy számítógépeken, keresztül megy switcheken, routereken, az interneten. Mindenhol bele lehet olvasni, ha nincsen titkosítva a csatorna. Mindenhol, ahol egy pillanatra is megáll, maga a levél lehet módosítani, akár a feladónál egy malware, vagy bármilyen ártó kód képes levelet generálni, azt feladni, és a címzetnek fogalma nem lesz arról, hogy nem az a feladója, és nem abból a célból készült a levél, mint ahogy azt egyébként a levél maga állítja. Gondolom, sokan kaptatok már olyan levelet ismerőstől, akit utána felhívtatok és kérdeztétek tőle, hogy mi ez a levél? Tehát soha nem szoktál ilyen spammeket küldeni nekem, tudod, hogy nem szeretem a közösségi médiát, most miért akarod, hogy én kövesselek téged a nem tudom milyen oldalon? És azt mondja, ő soha az életében nem járt ott. Valószínűleg valaki megszerezte az e-mail címét, meg a címlistáját, és akkor elkezdi szépen az ismerősöknek elküldözgetni az ő kis saját levelét, amiben van egy weboldal link, rákattint az ember, és már is jönnek a szebbnél szebb tartalmak. És itt nem a 18 pluszosra gondolok, hanem a fertőző kódok, amik utána akár egy zombivá varázsolják a számítógépet. Nagyjából az előadásban szeretném körbejárni azokat a pontokat, amik itt is látszanak, hogy hol és miképpen lehetne egy kicsit biztonságosabbá és kezelhetőbbé tenni ezt az e-mail forgalmat, hogy hiteles maradjon, lehessen tudni a címzet, teljes bizonyossággal meg tudjon arról győződni, hogy a feladó készítette a levelet.
infrastruktúra oldalról, szerver oldalról egyfelől magát a csatornát illik titkosítani, mind a feladó számítógéptől az első mailszerverig, majd utána a következő mailszervereken keresztül is folyamatosan célszerű a titkosított csatorna használata. Majd van egy Sender Policy Frameworknek nevezett dolog, Domain Keys, Identified Mail, és a felhasználó oldal, amikor konkrétan a felhasználó kezében van az irányítás, nem kell az infrastruktúra üzemeltetőjére hagyatkoznia azért, hogy a levélbe módosítást ne kerüljön bele, illetve más ne tudjon hozzáférni az ő tartalmához, csak a címzett. Ehhez ugye a PGP, vagy a GNU Privacy Guard, illetve a Secure Multipurpose Internet Mail Extension az, amiről szeretnék beszélni. De mindenek előtt gyors, nem tudom ki az, aki találkozott már közelebbről levéllel, úgy értem, hogy a forrását megnézte. Jó, van, azért vannak. Hát nagyon leegyszerűsítve, van egy fejlécrész, és akkor maga a levéltörzs. Nagyjából így néz ki. Ezt azért emelném ki, ugyanis az infrastruktúra oldalnál mind a Sender Policy Framework, mind a DKIM leginkább a headerre hagyatkozik, illetve azt védi. Nem teljesen igaz, de a DKIM képes a levélnek a törzs részébe is hatással lenni, olyan szinten, hogy megvédi a valamilyen szinten a hozzáírástól, illetve a módosítástól, míg a felhasználó oldalon leginkább a levél törzse az, ami védhető, és kevésbé a levél fejléce. A levél fejlécét használják a levelező szerverek mindenféle feladatra, abba változtatnak, abba hozzá tudnak tenni, el tudnak belőle venni. Ez még a levél megírása pillanatából nem áll rendelkezésre. És akkor nézzük meg. Az infrastruktúra oldalon először egy kicsit beszélnék a TLS-ről, a Transport Layer Security-ről. Az RFC számukon meg lehet nézni konkrétan a leírást, illetve a Wikipédia oldalon, hogyha valaki bele akar mélyedni, hogy ez hogyan is néz ki. Illetve a levelező szervereknél alap esetben ugye a TCP-25-ös porton kommunikálnak egymással. Itt van egy olyan lehetőség arra, hogy miután kiépült az SMTP kapcsolat, akkor egy start TLS parancs kiadásával, amennyiben a levelező szerverünk fel van erre készülve, és a fogadó szerver is, át lehet állni egy titkosított csatornára, és innentől kezdve gyakorlatilag az interneten már nem lehet belehallgatni magába az adat folyamba. Itt most nem térnék ki arra, hogy van az NSA, meg be lehet ékelődni, főleg, hogyha nem fordítunk elő gondot arra, hogy a TLS-hez használt tanúsítványokat kezeljük, és mindenkit elfogadunk hiteles tanúsítványnak, akár egy saját maga által aláírt kulcsot is, akkor bárki bele tud ékelődni ugye a mi és a másik levelező szerver folyamába, és mindent el tud olvasni. Tehát azért ennek vannak buktatói is, de egyelőre az én tudomásom szerint jobb egyelőre nincsen. A TCP 587-es porton, ez egy submission port, ezen a porton általában nem egy szabványos SMTP kapcsolat épül ki először, hanem rögtön a TLS-sel titkosított kapcsolatba ágyazott SMTP session az, ami megvalósul rajta.
Itt még megemlékezek a 465-ös portról, az SMTPS-ről, illetve a levélfogadásnál a POP 3S, ami a POP 3-nak a TLS-be csomagolt változata, illetve az IMAP-S, a 993-as TCP porton, ami szintén az IMAP protokollnak a titkosított változata. Ezeket célszerű használni. És nyilván a feladónál a feladó és az első mail szerver között ugye autentikáció és autorizáció az egyértelmű, tehát ne tudjon mindenki levelet küldeni, és tudjuk azt, hogy ki küldte a levelet, és mikor küldte, és ő küldhetett levelet. A következő az a Sender Policy Framework. Ez egy viszonylag egyszerű megoldás, és nem kíván a küldő oldalon mail szerver beállítást, csak egy plusz DNS bejegyzéssel el lehet érni azt, hogy a fogadó le tudja ellenőrizni azt, hogy ami a mail from-ba be van írva e-mail címhez tartozó domain név, az egy olyan szervertől jött közvetlenül, ami jogosult azzal a domain névvel levelet küldeni. Ezt egy TXT rekorddal oldja meg, amit lekérdezhet a fogadó MX számítógépe, és abban benne van IP címre, hogy ezt a fajta domain nevet, ezzel a fajta domain névvel küldhet-e levelet a kérdéses szerver, vagy nem. És ezt a mail from-hoz tudja hozzá társítani. Ennek viszonylag első ránézésre a formátuma nem teljesen triviális, de az interneten van egy wizard hozzá, hogyha valaki ide fölmegy, akkor le tudja magának generáltatni azt a TXT rekordot, ami az ő hálózatához és az ő levelezési szokásaihoz megfelelő lehet. Itt alatta van egy részlet, egy levél fejlécéből, ahol a Spam Assassin úgy állapította meg a levélről, hogy ez megfelel az SPF-nek, tehát olyan szerver küldte magát a levelet, aki megtehette ezt legitim módon. A TXT bejegyzés a domain rekordban körülbelül hasonlóképpen nézhet ki. Itt az első részben ugye látszik egyfelől egy verziószám, az, hogy a doménhez tartozó A-rekordban megadott IP cím, illetve az MX rekordok küldhetnek levelet, illetve IP cím tartományok vannak megadva hozzá. Tehát ez a seminar4u.ru végződésű e-mail címeket ezekről az IP címekről, ezekről a számítógépekről lehet legitim módon elküldeni. Az alatta lévő bejegyzés, az egy érdekes bejegyzés. Spammerek beállíthatják a saját doménjüket úgy, hogy ezzel a plusz all-al gyakorlatilag bármelyik szerver legitim módon küldhet az ő doménjüknek megfelelő e-mail címmel levelet. Tehát azért ezzel vigyázni kell, mert egy ilyen beállítással gyakorlatilag egy sima SPF szűrés azt fogja mondani, hogy hát ehhez az example.com doménhez teljesen jó, hogy ő küldte a levelet, mert megvan hozzá a bejegyzés, megteheti. Tehát egy spammer ezt beállítja, és az én számítógépem teljesen legitim módon, látszólag legitim módon fog spameket küldözgetni bárkinek. És ez is az egyik hátránya a dolognak, többek között, hogy ezt be lehet állítani. Tehát innentől kezdve nagyjából nincs értelme ennek az egésznek.
ha csak nem teszünk lépéseket, és ezt a fajta beállítást külön kezeljük. Azon kívül felvet olyan problémákat, mi van, hogyha én olyan e-mail szerveren keresztül szeretnék feladni levelet, ami mondjuk egy másik ISP-nél van, egy másik szolgáltatónál van, aki egyébként hagyja, hogy én az én nevemben, az én e-mail címemmel küldjem el a levelemet, akár mondjuk egy céges címről, egy otthoni interneten keresztül, akkor az SPF nagy valószínűséggel nem fog működni, mert meg fogja nézni a fogadó levelező szerver, hogy például az én céges e-mail címemhez, az én céges domén nevemnél a DNS beállításba az az SMTP szerver, ami a valamelyik szolgáltatónál van, nincsen felvezetve, mint legitim küldő. Illetve arra nagyon kell még figyelni, hogy a lehető legjobb, hogyha rögtön ezt az SPF ellenőrzést maga a cél MX rekordjába beállított mail szerver végzi, ugyanis ő közvetlenül van kapcsolatban azzal a mail szerverrel, aki neki a feladótól a levelet fogja közvetíteni. Így az ő e-mailt, az IP címe közvetlenül megvan, és azt tudja ellenőrizni. Ha tovább küldünk egy levelet, az elég jó eséllyel az SPF rovására fog menni, és nem fogja az ellenőrzés megfelelőnek találni ezt a bejegyzést. Aztán van nekünk egy ilyen DKIM-ünk, ez már egy kicsit többet tud, ez már nem csak a mailfromot ellenőrzi, hanem kriptografikusan aláírja a levelet, a levél törzsével és akár a csatolmányokkal együtt. Beállítható, hogy a levél törzséből mekkora részt használjon fel erre, mekkora rész az, amiből a hash generálja és az aláírást hozzátegye. Ezzel gyakorlatilag nem csak az ellenőrizhető, hogy megfelelő helyről jött a levél, hanem hogy útközben módosították-e vagy nem. A legnagyobb levelező szolgáltatók ezt használják. Mind a két módszernél, az SPF-nél is és a DKIM-nél is gyakorlatilag a levelező szerverek úgy vannak beállítva, hogy ezt nem követelik meg. Abban az esetben, hogyha találnak ilyen bejegyzéseket, akkor azok pozitív elbírálást adnak hozzá a levélhez, kevésbé lesz spam gyanús. Viszont, hogyha ilyenekkel nem rendelkeznek, ezért általában nem nagyon szokták a leveleket negatív színben feltüntetni. Egy DKIM fejléc nagyjából így néz ki egy levélben, ezt a feladó mail szervere generálja le minden esetben az elküldés előtt. Ez azt jelenti, hogy minden levél, ami meg van jelölve, kriptográfiailag alá van írva, erőforrást fog elvinni. Tehát ezzel figyelni kell, hogyha egy nagyobb e-mail kampányt csinálunk, akkor a megfelelő erőforrás allokációt biztosítani kell a küldő mail szerver részére, illetve ugye, hogyha ezt leellenőrizzük a másik oldalon, akkor az is erőforrás igényes, úgymond erőforrás igényes feladat, ahhoz képest, hogy egy sima plain text levelet csak beteszünk a postaládába, és mindenki örülhet. Itt is gyakorlatilag segítségül hívjuk a DNS-t. A DNS-be itt is egy TXT rekordba
bekerül egy megfelelő nyilvános kulcs, amit minden esetben a fogadó és az ellenőrzést végző mailszerver letölt a DNS-ből, és ezáltal tudja ellenőrizni az aláírás valódiságát. Ez részlet egy levélben. Az alsó rész, ami zölddel van kiemelve, a küldő mailszerver generálta be. Ezt az előbb is nagyjából lehetett látni. Itt benne van a verziószám, hogy milyen algoritmus, hogy mennyire legyen megengedő a hash generálás, mennyire kell normál alakra hozni a levelet, erről egy kicsit később fogok még beszélni. Benne van, hogy milyen fejléc sorok azok, amik gyakorlatilag védve vannak, bele vannak foglalva magába a hashbe és az aláírásba. Fölül látszik pirossal kiemelve, hogy ellenőrzésen esett át a levél, és megfelelt az aláírás. Ami még ott látszik, hogy egy unprotected key van, ez azt jelenti, hogy maga a DNS az nincsen védve, tehát nem egy DNS-szekes DNS-ről van szó, hanem gyakorlatilag egy sima DNS lekérdezés mindenféle titkosítás és egyéb hajcihő nélkül ment végbe. Ez sem tökéletes rendszer, ennek is vannak hibái, illetve hiányossága, inkább úgy mondanám. Leginkább a legnagyobb probléma azzal, hogy a mailszerverek képesek arra, hogy legitim módon belenyúljanak a levélbe, megváltoztassák annak a kinézetét, átkódolják magát a levelet, tehát egy másik átviteli kódolást alkalmazzanak, sortöréseket tegyenek bele akár a fejlécekbe. Ez mind-mind megváltoztathatja nyilvánvalóan a levélnek a hashét, illetve az aláírást így érvényteleníthetik. Arról nem is beszélve, hogy mivel hogy a levélnek a törzsét is védi valamilyen szinten, mindenki találkozott már olyannal, hogy az e-mail átesik egy vírus ellenőrzésen, és kap egy 4-soros bejegyzést, hogy ez aztán most már tuti biztos, hogy nem, semmiféle ártó kód nincsen benne, mindenféle vírustól mentes, és malware még véletlenül se férkőzhet bele. Hát ennek nagyon örülünk, ezt beleteheti maga a vírus is akár, tehát igazából nem sok értelmét látom annál, hogy még több byte-ból fog állni a levél, és többet kell olvasni. Illetve ugye vannak a levelező listák, amik beleteszik, hogy hol lehet leiratkozni, meg egyéb információkat. Azok is képesek magát ezt az aláírást érvényteleníteni, és onnantól kezdve mehet az egész a lecsóba. Ha csak nem állítjuk be azt, hogy például megadjuk, hogy nekünk a legitim levelünk az ilyen hosszú volt, és csak erre a hosszra számoljunk egy ellenőrző összeget, és írjuk alá. Ezzel csak egyetlen egy probléma van, hogyha ezt megtesszük, akkor az okos vírus vagy ártó kód fogja ezt a levelet, vagy egy spammer, látja, hogy eddig a levél teljesen jó, teljesen hiteles, és csak eddig van védve, akkor én ide beírok bármit. És akkor így küldöm el. Mi lesz a végeredmény? Hogy maga a DKIM ellenőrző összeg, az aláírás teljesen hiteles lesz, mégis ezerrel megy ki a spam. Na, gratulálunk. Úgyhogy igazából, amit találtam, az ajánlás egyfelől az, hogy a csatornát titkosítsuk, de a az SPF-et és a DKIM-et együtt használjuk lehetőleg. Tehát mindegyiknek megvannak a korlátai, és hogyha szerencsénk van, akkor
azokban az esetekben, amikor az egyik nem működik, akkor majd fog a másik működni. Hogyha a másik nem működik, akkor talán az egyik még működik. De ha egyiket se csináljunk, akkor viszont ne csodálkozunk semmin. És akkor jön a felhasználó oldal, mert ugye ez eddig, amit elmondtam, mind arra hagyatkozik, hogy mi megbízunk a rendszergazdában. Na de a rendszergazda azért, szerintem itt ülnek olyanok, akik elolvasták már többször is a pokoli operátor naplóját. Tehát azért a pokoli operátor az valahol mindenkiben ott van, vagy így, vagy úgy, aki rendszereket tart karban és üzemeltet. De igazából nem is erről van szó. Szép dolog a bizalom, de még jobb, hogyha titkosítunk. Abból még baj nem volt, illetve volt, de az egy teljesen másik téma. A legjobb az, hogyha a feladó kezében megvan a lehetőség arra, hogy úgy védje meg a levél tartalmát, hogy azt egyfelől, aki nem jogosult, az ne lássa, másfelől meg lehessen tudni, hogy azt ő adta föl, és hogy abban valaki nem módosított bele. Ne legyen olyan, hogy a barátnő kap egy érdekes levelet arról, hogy találkozzunk, mit tudom én, 2 hét múlva a szokott helyen, és akkor ez meg ez fog történni, és akkor egy nagy csalódás lesz, mert a levelet azt nem akkor és nem annak szánta az, aki eredetileg írta, csak útközben valaki valamit csinált vele, és megváltozott, és onnantól kezdve lehet magyarázkodni. Nyilván, hogyha titkosítunk valamit, akkor az egy földi indexelő szoftver számára nem lesz elolvasható, nem fogunk tudni benne keresni, nem lehet indexelni, az valahol ott lesz a szép kis csomagunkba, és soha senki nem fog már ráemlékezni valószínűleg. Illetve ugye abban az esetben, hogyha a jelszó vagy tanúsítvány vagy bármi, ami védi ezt a titkosítást, megszűnik, tönkre megy, elérhetetlen lesz, akkor maga a tartalom is az enyészeté. Ezeket a dolgokat mind mérlegelni kell. Egy nagyon jó szoftver, annak idején még 91-ben Phil Zimmermann a PGP-t megalkotta, és úgy nézett ki, hogy ezt azért elég sokan elkezdték használni, és használják a mai napig is. Az OpenPGP implementáció, hogy látszik, RFC-ben le van írva, a GPG használja, és még sok hasonló termék van, ami kompatibilis ezzel. Ez egy kétkulcsos rendszert használ, van egy nyilvános, egy titkos része. A nyilvánost azt közreadjuk mindenkinek, a titkost azt megtartjuk magunknak. Amit az egyik kulcsa titkosítanak, azt a másikkal lehet feloldani, amit az egyikkel titkosítanak, a másikkal lehet feloldani, illetve az aláírást lehet ellenőrizni. Az egyikkel a készült aláírást a másik kulcsal lehet ellenőrizni. Hogyan is néz ki mondjuk az, hogy mégiscsak tudjam azt, hogy akitől én a levelet kapom, annak az aláírása, az tényleg az az aláírás, amire én azt mondom, hogy az övé. Nem kell személyesen oda menni hozzá, nem tudom, hogy ki az, aki egyébként ismeri a PGP-nek a működési elvét. Azért vannak, sokan vannak. Tömören a lényeget talán megpróbálom összefoglalni, csak annyiban, hogy magát, a nyilvános kulcsot, amit odaadunk bárkinek, azt ő aláírhatja és ráteheti, hogy mennyire bízik meg benne. És ez szépen így körbe megy az interneten. Vannak különböző szerverek, ahol ezek fönt vannak, letölthetők és használhatók.
A lényeg ott van, hogyha én találkoztam valakivel személyesen, és megbízok az ő kulcsába, odaadta nekem, és ő aláírta egy harmadikét, amit én megkapok valahonnan a nagyvilágból, teljesen mindegy, hogy honnan, nincsen ráhatásom, akkor is tudjam, hogy az attól származik, ami rá van írva, hogy az övé. Ez most egy kicsit bonyolultan hangzott. A lényeg az, hogyha a közös ismerősünk aláírta, hogy az hiteles és tényleg megbízható, és tényleg a gazdájához tartozik, akkor én meg tudok benne bízni. Nyilván az én felelősségem, hogy mennyire bízok meg egy ilyen kulcsban, de gyakorlatilag a személyes találkozó ezáltal kiváltható. A PGP-vel kapcsolatban találtam egy ilyen vicces karikatúrát az XKCD-n. Szóval olyan lehet ellenőrizni, hogy autentikus az e-mail, hogy van benne egy ilyen sor, hogy begin PGP sign message. Nagyszerű. Hát aki ilyet használ, az már biztos, hogy autentikus olyan helyről jön, amiben nem nyúltak bele. De még a végén még írja, hogy ha teljesen biztos akarunk benne lenni, akkor nézzünk, görgessünk a levél aljára, és akkor ott mindenféle ilyen furcsa karakternek kell topzódni a több sorban, és akkor már egészen biztosak lehetünk benne, hogy ez az e-mail ez valódi. Nem kell hozzá semmilyen szoftver, meg visszafejtés. Nem tudom, hogy ki hogyan van vele, ki mennyire használta ezeket a módszereket, illetve a PGP-t. Én azért úgy gondolnám, hogy a felhasználói élménye még lehetne itt javítani. Ez a kivágás, ez egy Thunderbirdből készült. Hát igen, van benne egy levélikon, rajta egy kérdőjellel, oké, tehát azért meg egy ilyen halvány sárga valami, meg hogy lehet kulcsokat importálni, nem ellenőrzött az aláírás, de ez igazából, hogy ha megnéz egy desktopot az ember, akkor valahogy nem üt át. Sajnos. Egy kicsit jobb a helyzet, hogyha már le van töltve a személynek, a feladónak a nyilvános kulcsa, de még nem mondtuk meg a rendszernek, hogy mennyire bízunk meg benne. Hát akkor is ott van a kérdőjel, tehát azért ez sejtett valamit, meg azt is írja, hogy megbízhatatlan, de jó az aláírás, tehát itt már tudjuk, hogy a levélbe nem nyúlt bele senki, azt még nem tudjuk, hogy tényleg ez a személy írta a levelet, vagy nem. De a levélben már nincsen módosítás nagy valószínűséggel. És így néz ki az, amikor megbízunk a nyilvános kulcsba, jó az aláírás, és tényleg a from mezőben az szerepel, mint amire kiállították magát a nyilvános kulcsot. És akkor érdekesség kedvéért, én elrontottam a levélnek a tartalmát. Hát ez egy kicsit figyelemfelhívóbb, nem egy kérdőjel van, hanem egy nagy piros kör benne, egy fehér X-el, meg ilyen rózsaszínes, pinkes háttéren. Azt írja, hogy hiba az aláírás ellenőrzése sikertelen. Hát örülünk neki. Az a baj ezzel a rendszerrel, hogy én igazából nem nagyon találkoztam még olyan levelező klienssel, ami ezt így alapból tudná. Ami szerintem eléggé szomorú, mert egy nagyon jó rendszer, egy elosztott rendszer, nem függ semmitől, a bizalom hálójára épül, ezt valahogy úgy jobban kellene preferálni. Van Thunderbirdhöz kiegészítő, meg Outlookhoz. Vannak webes levelező rendszerek, amik támogatják. Egy kicsit maga a kezelése szerintem bonyolultabb, mert addig, amíg
a címzetnél nincsen meg az én nyilvános kulcsom, addig nem tudok mondani semmit a levél hitelességéről. Tehát mindenképpen muszáj valamilyen úton módon ezt a nyilvános kulcsot ezt begyűjteni, és berakni a rendszerbe, megmondani, hogy én ebben megbízok, és hogy innentől kezdve ezt tekintse megfelelően jó kulcsnak. És akkor végére hagytam, egyelőre most nekem ez a kedvencem, egyfelől azért, mert ez alapból benne van a Thunderbirdben, az Outlookban is talán alapértelmezettem megvan, az OVA-ban biztos, hogy be kell kapcsolni pluszba, viszont ami az előnye, az a hátránya is, hogy ez hasonló struktúrára épül, mint a TLS-ben, ez a szerver tanúsítvány, itt kliens tanúsítvány van, amit az ember megcsináltat mondjuk egy Start TLS-nél, vagy bármilyen tanúsítvány kibocsátó szervezetnél, és nagy valószínűséggel, akinek elküldöm a levelet, egyből a levelező program ki fogja írni, hogy hiteles, megbízható és jó a levél. Ugyanis ez a hátránya is, hogy meg kell bízni egy központi tanúsítvány kibocsátóban, akire alkalmattán nekem nincsen ráhatásom, nem tudom, hogy mit csinálhat, hogy csinálhatja, ugye az elmúlt hónapok meg évek tele voltak abban, hogy ja, hát véletlenül kiadtak egy google.com doménnévre szolgáló tanúsítvány például, mert nekik az úgy kellett a teszteléshez. Hát az nem az övék. Tehát egy másik cég ne használjon egy olyan tanúsítványt, amiben nem az ő doménjük van benne. De ettől eltekintve szerintem ez egy egészen viszonylag jól kezelhető és egyszerű dolog. Erről is van pár képernyőkép, hogy ez hogyan néz ki. Hát itt magában a levélben nincsen, levél törzs részében nincsen üzenetem. Itt van egy lepecsételt boríték, ez mutatja, hogy az üzenet alá van írva, érvényes digitális aláírás tartalmaz. Meg nem módosították a feladás óta. Hát igazából ennyit szerettünk volna csinálni, ez a lényege az egésznek. Itt még annyira se feltűnő szerintem a különbség. Itt igazából a lepecsételt levél az egy ilyen nagy piros körben lévő fehér X-et kap. És hogyha oda rákattintok, ez az ablak, ez akkor jön föl, és akkor hát igen, digitális aláírás tartalmaz, ám az nem érvényes, mert meg lett változtatva a levél tartalma. Az egyik kedvenc webes levelező rendszerem a Horda. Na hát ott még inkább ember legyen a talpán, aki észreveszi a különbséget a helyes meg a helytelen aláírás között. Gyakorlatilag szintben nincsen eltérés. Annyi, hogy nem egy pipa, hanem egy mínuszjel van, meg egy kicsit más a szöveg. Aztán itt látszik egy Outlook képernyőkép, ami ugyanígy egy S/MIME aláírás tartalmazó levelet mutat. Itt a középső oszlopban egyfelől egyáltalán nem derül ki, hogy az egy jó aláírt levél, vagy egy hibásan aláírt levél, csak kapunk egy ilyen plecsnit, ami bármit jelenthet. És csak akkor, hogyha rámegyünk a levélre, vagy megnézzük, akkor kapunk egy kis sárga felkiáltójelet, rákattintva egy kicsit nagyobb leírást, hogy miről van szó.
ha jó az aláírás, akkor megkapjuk a három plecsnit. De én úgy gondolnám, hogy azért ez... Szóval nálam ez a vicc kategóriája. Tehát aki ezt a felületet megtervezte, hát üdvözlöm innen. Jogos. Még az is lehet, hogy így van. Jó, hát igen, ezről beszéltem. Vagy egy saját tanúsítványkibocsájtót készítünk és üzemeltetünk, ami viszont nem lesz bent valószínűleg a partnereknek, a levelező klienseinek a gyökértanúsítványai között, és vagy mindenkinek ugyanúgy elküldjük a mi root tanúsítványunkat, mint ahogy elküldenénk a PGP-nél a nyilvános kulcsot mindenkinek, vagy fizetünk a tanúsítvány kibocsájtónak, az interneten rengeteg van, és megbízunk bennük vakon, és bízunk benne, hogy másnak nem fognak kiadni olyan tanúsítványt, amiben a mi e-mail címünk van benn. Ez van. Utána ezeket a kulcsokat ugye ugyanúgy kezelni kell. Most például, amit használok, az olyan tanúsítványkibocsájtó, ahol a tanúsítvány egy évre szól, egy év után lejár, akkor mindig hitelesíteni kell magamat. Ez egyébként annyiból áll, hogy a felületen beírva az e-mail címet, kapok egy kódot az e-mail címemre, és ezt vissza kell, be kell küldeni, be kell írni a weboldalra, és akkor innentől kezdve ő tudja, hogy azt képzeli, hogy tényleg én vagyok a postafiók tulajdonosa. Azt nem fogja megállapítani, hogy én mondjuk a pokoli operátor vagyok, és bementem valakinek a postafiókját megnézni. Hát dióhéjban ennyit szerettem volna elmondani, inkább csak egy ilyen gondolatébresztőnek szántam ezt az előadást, a levelezés és a levelezéssel kapcsolatos hitelesítési és hiteles dolgokkal kapcsolatban. Úgyhogy ha kérdés van, akkor megpróbálok rá válaszolni. Egyébként meg nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet mindenkinek.